A sajtószabadság halála, így jellemezte a Blick újságírója azt, ahogyan vele szemben eljárta a központi nyomozó főügyészség. Kós Szabolcs tanú kihallgatásán nem volt hajlandó elárulni, kiadott neki információkat Oszter Sándor balesetéről. Az ügyészség ezután a bírósághoz fordult, ott pedig arra kötelezték, hogy árulja el informátora nevét. Ő azonban nem tette meg, az ügyészség erre rendőri segítséggel lefoglalta a mobiltelefonját. Az újságíró szerint ehhez nem volt joguk. Megmotozták kollégánkat és elvették mobilját a zsaruk. Ez a mai Blick címlapja. Mindezt a központi nyomozó főügyészség rendelte el, mert a Napilap egyik újságírója tanúvallomása során nem árulta el, kitől kapta az információt Oszter Sándor ittas balesete kapcsán. Ennek előzménye az, hogy a Blick megírta a színésznek véralkohol szintjét és azt, hogy előállítása során tornagyakorlatokba kezdett. Oszter ügyvédje ezután feljelentést tett az ismeretlen rendőr ellen. A főügyészség ezután nyomozni kezdett. Ekkor hallgatták ki Kós Szabolcs újságírót, akitől a nyomozók szerették volna megtudni, hogy ki volt az informátora, de az újságíró nem árulta el. Erre az ügyészség elrendelte a mobiltelefon lefoglalását. A telefont az újságíró nem adta át, mire az ügyészség a rendőrök segítségét kérte. Ezután telefonált a 8. kerületi kapitányságra az ügyész úr. A kapitányt kértem mindjárt, és gyors intézkedést, mert hogy ellenszegülök, nem működöm együtt. Lekísértek egy előállítóba vagy váróba, és néhány percen belül egy ilyen kis csapatszállító megjelent, 3 rendőr szaladva jött be az ügyészségre, és kérdezték a portásokat, hogy hol van az ellenszegülő. Amikor megtalálták a telefont, utána még egyszer megmotoztak, akkor fel kellett már emelnem a kezemet is, mert akkor már szúró-vágó eszközt kerestek nálam. A központi nyomozó főügyészség szóvívője azt mondta, nem történt jogsértés, mert bírói végzés alapján járt el az ügyészség. Abban az esetben, hogyha bírói végzés van arra, hogy a tanú már nem tagadhatja meg a vallomástételt, és kötelező, hogy megnevezze az informátorát, nem szükséges külön bírói döntés arra, hogy a nála lévő mobiltelefon készülék lefoglalása elrendelhető-e vagy nem. Kós Szabolcs másképp látja a helyzetet. A sajtószabadság halála. Hogyha az informátorainkat ki kell adnunk, akkor holnap senki sem fog a sajtóhoz fordulni. És hogyha már senki sem mer a sajtóhoz fordulni, akkor már oda minden. A TASZ munkatársa elmondta, a mai magyar szabályozás lehetővé teszi egy újságírónak, hogy egy jogi eljárásban megtagadja, hogy ki volt az informátora. Ez alól azonban kivétel, ha súlyos bűncselekményről van szó. Azt nem tudjuk, hogy valóban mindent megtette az ügyészség azért, hogy kiderítse annak a rendőrnek a kilétét, aki az információt szolgáltathatta. És ezért lenne nagyon fontos, hogy egy független bíróság dönthessen ebben a kérdésben, hiszen ezt csak egy független bíróság képes mérlegelni. A mobiltelefonban az újságíró szerint egyébként nem volt olyan információ, mely segíthetné az ügyészség munkáját.